Sziasztok! Ez itt a Kezes Lábas. A mai gyakorlatunk a következő. Csak elsőre tűnik bonyolultnak. Vágjunk is bele! Először tanuljuk meg a láb szólamát. Egy egyszerű kettes csárdás lépésről van szó, annyi furcsasággal, hogy nem kilépéssel, hanem zárással kezdünk. Ha ez megvan, tanuljunk egy egyszerű karszólamot, ami a kalocsai sárköz jellegzetessége. Rajta! Diminuáljuk a karszólam mozgásának ritmusát. Most nézzük tititá ritmusban. Tegyük hozzá a csárdás lépést. Jöjjön a következő szint. Mozgassuk a karunkat ellentétes irányba. A következő szinten megtanuljuk a karszólam végleges változatát. A tititá ritmus marad, azonban a karjaink most már nem egyszerre mozdulnak, hanem követik egymást. Nézzük a teljes gyakorlatot. Remélem érthetőek voltak az instrukciók. Gyakoroljátok ti is otthon! A következő videóban találkozunk. Addig is kéz- és lábfüggetlenedést!